estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket. Mai esti mérlekben arról lesz szó, hogy milyen lehetőségeik vannak azoknak a fiataloknak, diákoknak, illetve szépkorúaknak, akik kiegészítenék zsebpénzüket, illetve nyugdíjukat. Kikhez fordulhatnak, és hogy mit tehetnek azért, hogy dolgozhassanak. Köszöntöm a stúdióban Szerepi Bálint területi igazgatót, a Melódiák területi igazgatóját. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük szerintem azzal, hogy a diákok, fiatalok között kik azok, akik egyáltalán dolgozhatnak, kik vállalhatnak munkát? Ha diák munkára gondolunk, akkor azért többféle jogviszony szóba jöhet egyébként. Ami a legelterjedtebb és ami a legbiztonságosabb ma Magyarországon, az egy hungarikum egyébként, az iskola szövetkezeti szféra, illetve a szövetkezeti foglalkoztatás. Na most iskola szövetkezeten keresztül nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezőket tudunk foglalkoztatni, 15 éves kortól egészen addig, amíg van nappali tagozatosan igazolható hallgatói jogviszonnyal hallgatónak. Nekik milyen lehetőségeik vannak, hol helyezkedhetnek el, milyen jellegű munkákról van szó? Nagyon széles a kör. Tehát most már egy nagyon komoly palettából tudnak választani az érdeklődők. Ez változott azért az utóbbi években. Most jelenleg úgy nézünk ki itt Székesfehérváron, hogy mondjuk ha valaki felmegy a Melódiáknak a honlapjára, akkor mondjuk végig tudja nézni az adott palettát, az adott listát, amiből tud válogatni, és körülbelül egy ilyen 60-40%-os bontásban talál majd könnyű fizikai munkákat, vagy akár szakmai munkákat. Tehát megfordult az arány, ami régen volt, hogy ha a diák munkára gondolt valaki, akkor csak a címerezés, a könnyű fizikai munkák, a különböző áruházakban konzervpakolás jut eszébe. Most már a diák munka az sokkal jobban kiegészíti a munkaerőpiacot, és nyilván ennek az a része, hogy szakmai munkákra, HR-eseket, logisztikusokat, különböző mérnöki területről jövő leendő munkavállalókat még hallgatóként meg tudnak fogni a cégek, egy ilyen kihosszabbított próbaidővel úgy szoktuk mondani, ezt erőteljesen igénybe veszik. A diákok száma hogyan alakult? Tehát, hogy mennyien veszik igénybe ezt a lehetőséget? A diákok száma évről évre egy csökkenő tendenciát mutat. Tehát ha azt nézzük, hogy a népesség megoszlásában az utóbbi 20-25 évben körülbelül egy ilyen 30-35%-kal csökkent a diákkorúaknak a száma, vagy azt nézzük, hogy az utóbbi 10-15 évben szintén egy ilyen 30%-kal csökkent a nappal és felsőfokú oktatásban lévők száma, akkor azt mondhatjuk, hogy a acélpiacunk egyébként, akiket tudunk foglalkoztatni, ők egyre kevesebben vannak. Viszont a másik oldalon azt látjuk, hogy itt Székesfehérváron és egyébként általánosan az országban is a kicsit kinyíló kínálat miatt, illetve az emelkedő bérezések miatt, az egyre jobbnál jobb és rugalmasabban alakítható lehetőségek miatt egyre több diák keres fel minket, egyre több diák jön hozzánk, és egyre komolyabban működik az a fajta ilyen fiatal generációra jellemző közösségi háló, hogy megfogják egymást, és együtt jönnek például be hozzánk, vagy akár az iskolában, akár a különböző találkozási helyeken a fiataloknál ajánlják egyébként a diák munkát. A diák munka az rugalmas, akkor vállalható, amikor a szövetkezeti tagnak éppen kedve, szabad ideje van, nincsenek kifejezetten hosszú távú kötöttségek, és nagyon jól beilleszthető egyébként a diákoknak az átlagos napi rendjébe. És hogy a diák munkára gondolunk, akkor nem tudom, nekem legalábbis az jut eszembe, hogy valami hasznos, hiszen a diákok belekóstolhatnak ugye a munkavilágába, sőt, fizetést is kapnak érte. Mennyi pénzt kaphatnak ők? Kapnak-e annyit, mint egy 8 órában teljesítő munkavállaló? A diákoknál ami nagy segítség, hogy mivel megvan a nappali tagozatos hallgatói jogviszony által a biztosítási jogviszony, ezért csak személyi jövedelemadó kötelezett a bérük. Tehát már itt van egy nagy különbség egyébként a főállású alkalmazott és a diákok között, mert csak a 15% személyi jövedelemadót köteles a diák egyébként fizetni. A bérezések tekintetében azért látszik egy növekvő trend. Tehát a diák munkaerő piacon is nyilván az idei évi 15%-os minimál béremelés az érintette a piacot, viszont e fölött egyébként eléggé elindultak a bérek, tehát nem ritka az, hogy manapság 1000 forintot akár bruttóban megkeres óránként egy diák egy könnyű fizikai munkán.
Most ha valaki szakmai területről jön, ne adj Isten gépészmérnök, villamosmérnök, ténylegesen olyan szakmát tanul és olyan szakmában szeretne elhelyezkedni, ami lassan hiány szakmaként könyvelhető egyébként a munkaerőpiacon, akkor a hatás sokszor a csillagoség. Tehát akár ilyen 1200-1500 forintos bérezést is kifizetnek a cégek azért, hogy azt a hallgatót, aki már ígéretesnek tűnik, azt is kicsit magukhoz tudják láncolni, és egy ilyen belső karrierprogram keretében akár hosszú távú perspektívát is tudjanak nekik nyújtani. A diákok mely munkákat keresik leginkább? Vannak-e olyan diákok, akik úgy mennek be hozzátok, hogy ők ezt szeretnék csinálni? Ez nagyon sok mindentől függ. Tehát attól is függ, hogy mondjuk szakmai vagy éppen fizikai munkát keres a diák. Hogyan ér rá? Nyilván az lenne a legjobb, hogyha szombaton délután 13:30-től 16:00-ig tudnánk 4000 forintos irodai légkondis helységben munkát biztosítani mindenkinek, mert akkor ez egy sláger munka lenne, de azért ilyen nincs. Tehát nagyon sokszor az elvárásokat igazítanunk kell egyébként a munkatípusokhoz, a munkáknak az elvárásaihoz, két oldalról közvetítőként össze kell passzolnunk az igényeket. Az kimutatható, hogy a jobban fizető munkákra nyilván nagyobb a kereslet. Tehát ha egy fiatal munkát keres, sokszor az első az, amit megtesz, hogy sorba rakja órabér szerint a munkákat, és akkor halad fentről lefelé, ez jellemző. Viszont amire mi nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ne csak a számokat nézzük, ne csak a munkatípusokat nézzük, hanem azt is nézzük, hogy a belépő egyénnek mi az, ami a legjobban illhet a ráéréséhez, az eddigi tapasztalataihoz, kompetenciáihoz, tanulmányaihoz, és egy kicsit nagyobb csomag keretében, egy kicsit ilyen mentori szereppel tudunk egyébként mindenkinek választani, mert kínálat van. Nagyon sok lehetőség közül lehet választani, viszont mindenkinek pont ezért személyre tudjuk szabni azt, amire egyébként szüksége van. Itt Székesfehérváron csak, vagy Székesfehérváron kívül is foglalkoztattok fiatalokat? Mi a Melódiáknál országos hálózat vagyunk, 1983 óta vagyunk a piacon, és az ország összes megye székhelyén, nagyobb városában szinte elérhetőek vagyunk, több mint 40 irodánk van. Itt Székesfehérváron és Székesfehérvár környékén nyilván a Székesfehérvári iroda kezelésében dolgoznak a diákok, viszont olyan átjárhatóságon, például Észak-Dunántúl szinten, hogy akár hogyha egy egyetemista elkerül Veszprémből Székesfehérvárra, vagy akár fordítva, akkor például elég komolyan a saját rendszerünkben is meg tudjuk azt oldani, hogy egyik városból a másikon átkerül a diák, és tudjuk foglalkoztatni. Ami még nagyon sokat segít nekik az országos hálózati szinten, az az idén indult mentorprogramunk egyébként. Csináltunk egy olyan online kompetencia fejlesztő mérő programot, amivel amíg a diák Melódiák tag az ország bármely pontján, addig kezeljük és nézzük azokat a munkatapasztalatokat és munkahelyeket egyébként, ahol ő megfordult, és akár a saját preferenciáihoz mérten adunk neki ajánlást arra vonatkozóan, hogy ő mondjuk melyik területen szeretne elhelyezkedni, és segítünk a különböző hiányos kompetenciák és képességek fejlesztésében is, ami egyébként most már látjuk azt, hogy szintén nagyon nagy keresletnek örvend, nagyon szeretik a diákok. Ez hogyan működik? Hogyan segítetek nekik? Ez a mentorprogram az például egy online rendszer. Próbáltuk az elején úgy megjelenítetni a diákok felé, mintha egy játékos alkalmazásba belépnének, ez egy gamifikált rendszer, és kicsit így a fiatalok igényeire szabva próbáltuk a munkavállalást megfogni nekik. Nem azt rakjuk eléjük, hogy pontosan melyik műszakban, hány óra, és azokat a száraz tényeket, amiket egyébként máshol is megkapnak, hanem mögé raktuk azt, hogy ha neki van egy kicsit hosszú távú terve, vagy éppen még nincs, de szeretne, akkor hogyan tudunk mi segíteni neki? Egy automatizált játékos rendszerbe jelvényeket, badge-eket lehet gyűjteni, lehet különböző küldetéseket teljesíteni, szintezett rendszer van, a különböző szintekről kap egy írásos igazolt dokumentumot, például a diák, hogy ő az első szintet teljesítette, és nyilván ebben a dokumentumban benne lesz az, hogy milyen munkatapasztalattal hogyan gyarapodott, milyen küldetéseket teljesített, egészen odáig felépítve, hogy az utolsó szinten egy olyan igazolást, egy olyan önéletrajz mellékletet kap kvázi a diák, amiről, mivel több év
kell ahhoz, hogy akár eljusson egy diák az utolsó szintre, nagyon sok információ benne van. Gondolok itt arra, hogy milyen munkatípusokon, milyen hány órát dolgozott, milyen képességeket fejlesztett. Vannak képességmérő és önfejlesztő játékos kérdőívek, kifejezetten a diákok igényeire nézve. Tudunk egy haladást például felrajzolni, a végén nyelvtudást is mérünk, digitális kompetenciát, tehát egy egész komoly csomagot, ami amikor a diák már megszűnik diákként létezni, és ki akar lépni a munkaerőpiacra, ha leteszi az asztalra az önéletrajza mellé, akkor egy nagyon erős csomagot fog képviselni. Szó esett a diákokról, a fiatalokról, beszéljünk egy picit az idősebb korosztályról, a nyugdíjasokról. Nekik milyen lehetőségeik vannak, mert hiszen most már ők is tudnak dolgozni a nyugdíj mellett. Így van. Ugye a szövetkezeti foglalkoztatási szféra az egy elég régre visszanyúló hungarikumi minőség, egy egész régi forma, és a melódiák például 1983 óta szövetkezeten keresztül foglalkoztat hallgatókat. Na most évek óta előkerülnek olyan kezdeményezések, hogy valamilyen szinten támogatni kéne a nyugdíjasoknak a munkavállalását. Ennek vannak nyilván gazdasági, és vannak szociális pozitív oldalai is. És július 1-ével aláírták azt a jogszabályt, ami alapján közérdekű nyugdíjas szövetkezettel szinte ugyanabban a rendszerben, ami nagyon jól működik évek óta az iskolaszövetkezeti rendszerben, tudjuk majd a nyugdíjasokat foglalkoztatni, és ez most indul egyébként itt Székesfehérváron augusztusban. Augusztus közepe vége felé már lesz ügyfélszolgálati iroda is, meg vannak már az első jelentkezők, meg vannak az első munka lehetőségek egyébként, ahova lehet majd menni, úgy, hogy a szabályok pedig ugyanazok, mint az iskola szövetkezetnél. Tehát csak, ha az adózási oldalt nézzük, csak személyi jövedelemadó köteles lesz, és nincs egyéb fizetési kötelezettsége majd a nyugdíjasnak. Ugyanúgy rugalmas lesz. Sőt, azt látjuk, hogy ez lesz egyébként a legvonzóbb oldala ennek a korosztálynak, mert leginkább a részmunkaidős heti egy-két napos lehetőségeket szeretnék előnyben részesíteni, és arra a szövetkezeti szféra a legjobb megoldás. Ott lesz mögöttük egy olyan jogi háttér és egy olyan biztos háttér, sőt egy olyan rendszer, ami 20-30 év alatt már kiforrott, és tudjuk azt, hogy mik a rendszernek az előnyei, és ezeket tudjuk erősíteni, akár minden egyes munkavállalónknál, és nem fog egyébként beleszólni a nyugellátásba. Ez az utolsó legnagyobb előnye, mivel nem MT alátartozó munkaviszony keretében foglalkoztatjuk majd a tagjainkat, hanem személyes közreműködés által a szövetkezetnek a feladatait fogja a partnereknél ellátni az adott munkavállalónk. Épp ezért az ő nyugdíjába és az ő nyugellátásába ez semmilyen hatással nem lesz. Tehát ez nagy segítség lehet a nyugdíjasoknak. Milyen munkákra számíthatnak ők? Az első cég és az első lánc egyébként, aki még a joghatályban lépés előtt már bejelentkezett és üdvözölte ezt a formát, az egy kiskereskedelmi áruházlánc volt egyébként országosan, akik a vidéki boltjaikba az addig foglalkoztatott és akár nyugdíj mellett is foglalkoztatott tagokat szeretnék egy kicsit visszaforgatni. Itt azért látjuk azt, hogy ennél a korosztálynál vannak azok a specifikus munkakörök, ahol nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek a leendő munkavállalók, illetve a nyugdíjasok. Tehát ha mondjuk nézzük azt, hogy ott van 20-30 év, akár könyvelői, akár kisbolti, kasszás, árutöltő, akár ilyen egyéb adminisztrációs szakmai háttér ott van mögöttük, nem beszélve a mérnökökről, akik egyébként mostanában a fiatalok mellett az őket betanító mérnökökből is például hiány van, őket például vissza fogjuk tudni forgatni, és azt az értékes szaktudást meg fogjuk tudni fogni, ami egyébként nálunk pont a diákok mellett fog jelentkezni. Tehát össze tudjuk majd passzolni azt a kört, aki a jövő szaktudását szeretné megszerezni, és azt a kört, akinek ott van a kezében a szaktudás, viszont eddig nem volt olyan szervezett jogi forma, amivel vissza tudna menni a másik kör mellé. Tehát augusztustól fordulhatnak majd hozzátok a nyugdíjasok, hogy érdeklődjenek ezek iránt, a munkák iránt? Így van. A
cégbejegyzés megtörtént, most már éppen a szerződéskötések idejében vagyunk, illetve most már lassan szépen indulnak a kampányok. Tehát most elkészült a honlapunk, a szomszédok.eu címen például elérhetőek már az első munkalehetőségek, elérhetőek a irodáknak is az elérhetőségei, és szépen lassan most már indítjuk be a rendszert. Azt látjuk, hogy nagyjából a nyári diák szezonnak a végétől fog egyébként beindulni az a fajta igény, amikor a nagyon komolyan lecsökkenő diák létszámot meg tudjuk segíteni egy kicsit a belépő nyugdíjasoknak a számával. Tehát akkor mehetnek bátran hozzátok, hiszen előjelentkezni is lehet ezek szerint. Így van, várjuk őket egyébként sok szeretettel. Mindenkinek tudunk már ügyfélszolgálati szempontból valami konkrétumot és valami fixet mondani, úgyhogy elérhetőek vagyunk, elérhetőek leszünk. Nyilván adatbázis gyűjtési időszakban vagyunk, de már állunk rendelkezésre. Itt Székesfehérváron belül hol találják meg az irodát, akik esetleg szeretnének hozzátok fordulni? A Budai utca 16 szám alatt van a Melódiák iroda, és pont a szomszédos helységben lesz egyébként a Nyugdíjas Szövetkezeti iroda. Nem kifejezetten szerettem volna messze vinni egymástól a kettőt. Nagyon komoly szimbiózisban fog egyébként a működés is megtörténni, úgyhogy bal oldalt lesz a Melódiák, és jobb oldalt pedig az északi szomszédok közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél és megosztottad mindezt velünk és a nézőkkel is. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!